az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami a Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérem, advent időszakunk második vasárnapjának reggelén gyűltünk össze. Ugyan érezzük, hogy még egy eljebb megyünk a télbe. Mi mindig egyre hosszabbak az éjszakáink, egyre rövidebbek a nappalaink. Ám az adventi koszorunkon egyen több gyerke fog ma reggeltől világosságot adni. Felhívva a figyelmünket, a sötétség már nem sokáig győzedelmeskedik, hiszen eljött hozzánk üdvözítők, megváltónk Jézus Krisztus, a világosság, a fényesség, aki fényességet hozott az embereknek az életébe, de nem csak általánosságban az embereknek az életébe, hanem mindnyájunknak személy szerint az életébe. Most a szentmise kezdetén helyet foglalva hallgassuk kórusunknak műsorát, amellyel köszöntik advent második vasárnapját. A csodára, a varázsra, Isten egyszülött fiára, az imára, egy csöpp fényre, életünkben a reményre, akkor bűntől megtisztult lélekkel fogadjuk, szívünkbe zárjuk Isten szent fiát. Esti csöndben asztal körül családos. Ki másnak örül? Ki gyertyát gyújt a sötétben? Ki hálát ad a nagy égnek? Ki azt mondja, köszönöm? Kit nem érhet el a közöny? Ki szeretetét adja át, ajándékozza önmagát? Isten megszűzte lesz fia.
A mise végén most is szeretett vendégséggel várták az egybegyűlteket.